Üresen állt ez a terem még 3-4 hónappal ezelőtt, már azonban már egy színes közösségi térré alakult. A nyíregyházi Bencs László szakképző iskola 2021. szeptemberében indította el a pályaorientációs évfolyamot, ahová a 8. osztályt már befejezett, de a tovább tanulásról még nem döntő fiatalok számára nyújtanak segítséget a pályaválasztásban. A terem mérete lehetővé teszi, hogy több funkciót is ellásson, tehát egyrészt egy ilyen pihenő részt, kópos asztalokkal, csoportmunkára alkalmas foglalkoztató részt, illetve egy teakonyha is kialakításra került. Az orientációs évfolyamnak az a lényege, hogy azok a pályaválasztó nyolcadikosok, akik még bizonytalanok a továbbtanulást illetően, vagy akár több szakma, több ágazat iránt érdeklődnek, ne adj Isten önbizalomhiányosak, vagy teljes útvesztőbe kerültek a pályaválasztást illetően. Ebben az egy évben, egy tanévben, egy előkészítő évfolyam keretében pályaorientációs oktatásban részesülnek. Az orientációs évfolyamban a nehéz családi háttérből érkezőknek, a tanulási nehézségekkel és a viselkedési zavarral rendelkezőknek is segítséget tudnak nyújtani. A fiatalok az új programnak köszönhetően megismerik az iskolák ágazatait, a különböző szakmákat, amihez az alkotóműhely, valamint a kereskedelmi és iparkamara is támogatást nyújt. Nagyon örülünk, hogy a Bencs elkezdte ezt a képzést, és nagyon örülünk, mert egy nagyon innovatív, felkészült, ötlettel teli oktatói testület van itt, akik többek között azzal az ötlettel fordultak hozzánk, hogy egy pályorientációs termet szeretnének létrehozni, és hát ez nagyon alkalmazkodik ahhoz, amit a szakképzés 4.0 stratégia megalkotott, hiszen 3 pilléren áll: a karrier biztosítása a szakképzésben, a vonzó iskolai környezet és a jól képzett oktató. Én úgy gondolom, hogy mindez itt van a Bencsben. A szakképzésben megvalósított változások nyomán 3 program segíti az iskolai lemorzsolódás csökkentését: a műhelyiskola, a dobbantó, valamint az orientáció program. Utóbbi célcsoportja a továbbtanulás előtt álló, de bizonytalan fiatalok segítése. Egy olyan előkészítő évet adunk számukra, egy olyan lehetőséget, amely során erősödnek, megismerik önmagukat, megismerik környezetüket, megismerik az őket körülvévő világban a szakmákat, a lehetőségeket, és ki tudják választani azt az irányt, ami iránt érdeklődnek, és ami számukra kellő motivációt fog jelenteni, hogy kedvel, elhivatottsággal tudják ezt a foglalkozást elsajátítani, ezt a szakmát elsajátítani. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egyelőre a Bencs László szakképző iskola az egyetlen intézmény, ahol elindult a pályaorientációs évfolyam. A szakképzési centrumok azonban támogatják, hogy további iskolák csatlakozzanak a programhoz.